Solymár Imre helytörténész 1947-ben született Bonyhádon. Középiskolai tanulmányait a bonyhádi Perczel Mór közgazdasági szakközépiskolában végezte. A számviteli főiskolán és a közgazdasági egyetemen szerzett diplomát. Banktisztviselőként, főkönyvelőként, közgazdászként dolgozott, ám reál szakmája ellenére korán kialakult helytörténeti és közéleti érdeklődése. Figyelme Bonyhád és a völgység értékeinek felkutatása felé fordult, és 3 évtizeden át foglalkozott helytörténeti munkákkal. Fiatalon 1997-ben hunyt el. 2001-ben a Bonyhádi Városi Könyvtár helytörténeti munkássága előtt tisztelegve felvette a Solymár Imre nevet. A könyvtár a napokban névadójára emlékezett. Idén jött az ötlet, hogy most első alkalommal tarthatnánk a névadónknak, Solymár Imrének egy emléknapot, hiszen eddig még erre nem került sor, és úgy láttuk, hogy más könyvtáraknál ez már bevett gyakorlat. Másrészt szeptemberben van a születésének az évfordulója, idén lenne 76 éves Solymár Imre, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy akkor ez alkalomból megemlékezzünk a mai napon róla. Az emléknapon a középiskolások játékos kvízvetélkedőn ismerhették meg Solymár Imre életét. Próbáltuk számukra érdekessé és maivá tenni ezt a kis csapatversenyt, úgyhogy állomásokon kellett nyomokat keresniük, egy kis nyomozós feladat volt, és minden állomáson egy Solymár Imrével kapcsolatos feladatot kellett megoldaniuk, ehhez kaptak segítséget, Solymár Imre életrajzát, illetve QR-kóddal be is olvashatták, úgyhogy a mobiljukon is Solymár Imre életrajzából kutakodhattak, és megtalálták ott a megoldásokat, és akkor mindig a következő nyom volt a feladat megoldása, így mehettek állomásról állomásra. A diákok nem csak helytörténeti munkásságát ismerhették meg, hanem azt is megtudhatták róla, hogy szerette a természetet, szívesen kirándult, túrázott, és többek között tagja volt a Völgység Turista Egyesületnek és a Mecsek Egyesületnek is. A fiatalok talán most találkoztak először nevével, de a településen sokan vannak, akik még személyesen is ismerték. Az idősebb generáció ismerte őt, hiszen 97-ben hunyt el, sajnos nagyon fiatalon, még 50 éves sem volt. És jár az a generáció, aki még ismerte és szerette őt, úgyhogy én szoktam anekdotákat is hallani róla itt a könyvtárban. Viszont vannak, sőt, inkább a középkorosztály sajnos már nem ismerte őt, és meg szokták kérdezni, igen, tehát gyakori kérdés nálunk, hogy hát miért Solymár Imréről nevezték el a könyvtárat, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ez a mai nap erre is egy jó alkalom, hogy egy kicsit megismerjék az ő nevét és munkásságát, hogy ki is volt ő. A könyvtár kerekasztal beszélgetéssel várta az érdeklődőket és mindazokat, akik szerették és ismerték. Megkerestünk olyan embereket, akiket egyébként a felesége a ma is élő Solymár Imrénél ajánlott nekünk, dr. Szőcs Zoltánt, aki vele együtt írt és alkotott helytörténeti munkát, Tóth István Zsoltot, aki szintén jó barátja is volt, ismerte, együtt túráztak, illetve Klebomics Miklóst, aki szintén a Turista Egyesület révén ismerte Solymár Imrét. Solymár Imre több mint 120 publikációt írt, és konferenciákon is rendszeres előadóként szerepelt. Kiemelten foglalkozott olyan témákkal, mint például a Cikói Ótemplom, megírta a Völgység irodalom történetét, és alapító tagja volt a Bonyhádi Honismereti Körnek és a Múzeumbarátok körének. A Bonyhádi Könyvtárban a Solymár Imre emlékszoba továbbra is őrzi emlékét.